Már nagyon várják az újranyitást a miskolci szállodák. Az általunk megkérdezett hotelek üzleti céllal érkező vendégeket jelenleg is fogadnak, de nyári foglalási időpontjaik még nincsenek. Nehezen tudnak tervezni, de bíznak benne, hogy nyárra újra lendületet kap majd a hazai turizmus. A szálláshelyek többsége a felújításokkal már végzett, jelenleg folyamatos takarításokkal és fertőtlenítésekkel készülnek a vendégek fogadására. Az asztalokat is széjjelebb raktuk, hogy a vendégek biztonsággal megtarthassák a másfél méteres távolságot. Tavaly november 11-e óta ez a belvárosi négy csillagos hotel sem fogadhat turistákat. A szálláshely hónapok óta csak üzleti céllal érkező vendégek előtt áll nyitva. A 34 szobában csak nem 70 embernek tudnának férőhelyet biztosítani, de most csak 30-40%-os a kihasználtság. A járványhelyzetben igyekeznek mindent megtenni, hogy megvédjék a vendégek és a dolgozók egészségét. A bejáratnál lehetőség van készfertőtlenítésre, és a szobákat is alaposabban takarítják. Ahhoz, hogy tervezni tudjanak, már várják a kormány további újranyitási intézkedéseit. Úgy látszik most, hogy az emberek még kivárnak, tehát várják a kormányzat döntését. Jelen pillanatban még nem érkezett hozzánk magáncélú megkeresés. Egyelőre csak az üzleti foglalások érkeznek hozzánk. Ugyanezt tapasztalják ennek a másik szállodának a dolgozói is. Üzleti céllal érkező vendégeket itt is fogadnak. Maszk a rajtukban, addig, amíg kiválasztják az ételeket, addig ugye kötelesek viselni, és amint leülnek a helyükre is, kávéznak, reggeliznek, akkor levehetik a maszkot. A szálloda ügyvezetője elmondta, már felkészültek, és amint lehet, meg tudnak nyitni. Már a szállodában minden olyan munkálatot, karbantartási feladatot elvégeztünk, amivel a vendégek kényelmét és komfortérzetén tudtunk javítani. Ugye ezt szobákban szőnyegeket cseréltünk, bútorokat cseréltünk itt lent a közösségi terekben, illetve a drinkbárban, festést, és minden olyan fertőtlenítési dolgokat elvégeztünk, ami fontos ahhoz, hogy a vendégeket biztonságban fogadhassuk. Az ügyvezető hozzátette, egyelőre azt tapasztalják, hogy bár érdeklődő van, egyelőre még senki nem mer foglalni. Hogy a szállodák mikor nyithatnak, még nem lehet tudni. Az újraindítás első lépései egy héttel ezelőtt kezdődtek. Április 7-én első körben a szolgáltatók és az üzletek nyithattak ki.